Sziasztok, pizzapajtik! Ismét a Karú 16-tal pattintunk jó kis pizzákat. Fölfűtöttük 420-410-re a követ, gyertek, nézzük meg. Hány fokos a kő? 423, ez patika. Már vége felé van egy picikét a palasznak, arra nagyon figyeltek ti is, hogy akkor egy picikét már füstölni fog, úgyhogy a beltérben a nagyon alacsony palackon már nem nagyon sütögessetek, mert kellemetlen lesz a plafon. Na itt van a jó kis tésztánk. Caputo szuper nuvolával fogunk pattintani most is, nézzetek, szép kis bubik ott vannak rajta a tésztán, és ez 48 órás, tehát valószínűleg egy sokkal szebb kottúránk lesz, mint a tegnapi sütés alkalmában, amikor még csak 24 órás volt, oké? Okay? Ez 100% biga, ez azt jelenti, hogy a teljes tészta be volt keverve 50-es hidratációval, és a bedagasztásnál még hozzáment körülbelül 2 deci víz a kiló liszthez, és így lett 71-72-es hidratáció körülbelül, jó? Na nézzük meg, nyújtsuk ki, hogy nézzük, milyen szép kis bubik vannak, így látszik a doboz tetején. És egy kicsit módosítunk a tegnapi recepttel. Itt volt egy cimborám, aki tervezi a Domino's pizzát megnyitni Magyarországon, képzeltek a Karesz barátom, és megkóstoltattam vele azt a Franco pepés ihletésű pizzámat, és ilyen sikítozva mondta, hogy úristen, azt mondja, mi ez a liszt, mi ez a tészta, azt mondja, ilyet akar ő is. Mert a Domino's-nál gyerekek megvan a lehetőséged arra, hogy te választod ki a helyi liszták közül, hogy megfelel annak a tészta vezetésnek. Egyébként képzeljétek el, annak is köszönhető a Domino's-nak a nagy sikere, hogy 48 órás tésztával dolgoznak, képzeljétek el a Domino-ba. Oké? Okay? És azért is nagyon jó a pizzájuk. Igaz, hogy 7 perc alatt sütik ki gyerekek ilyen 230-240 fokon. Na, nagyon sokkal könnyebb a tészta gyerekek, brutálisan érezni a különbséget a 48 óra és a 24 óra között. Figyeljétek gyerekek a nápolyi mozdulatokat, a YouTube-os nápolyi mozdulatokat. Vicceltem. Így. Próbáljuk megőrizni a kornicsónét. Meglátom most, hogy nagyon szép, hogy miért fogunk majd sütni, nagyon kíváncsi leszek. Picit itt is dolgozunk még rajta. Így. És akkor ilyen szépen kis puhárosan meghúzzuk a tésztát. Egy picit ide rakunk, így. Na nézzük meg, hogy ott tudunk rajta nyújtani, így. Nézzük meg, kis szépen nyújt, gyönyörű. Egy pillanat, amíg ide visszarakom, már érzem rajta azt, hogy vesz fel még a tészta. Így. Na ide nézzetek, mit nyújtottam bele, ezt nézzetek, milyen szép gyönyörű kis bubik rajta. Na, úgyhogy most csinálunk egy ilyen sáfrányos, tejszínes alaposat, jó? És akkor ezzel a Franco Pepe sikletéssel fogjuk elkövetni, de két dolgot is módosítok azóta rajta, és mert Franco Pepe-nek van több olyan személyes védjegye, amitől meg lehet különböztetni az ő pizzáit, már ránézésre is, hogy annak neki van köze hozzá, úgyhogy hát nem gyakoroltam be még a mozdulatait közel sem, úgyhogy nagy csalákat ne vágjunk, dobunk rá egy kis gránapedánót. Így. Dobunk rá szintén egy kis friss bébispenótot. Így. Vannak közben vendégeim is, mondod, ide jöhetsz nyugodtan nézelődni közelebbről. Megyek. Itt vannak pizza rajongók, kérek szépen, akik pont beestek így megkukkantani, hogy a Karú 16-tal hogy lehet sütögetni. Így. És akkor ráraktuk gyakorlatilag a friss bébispenótot. Akkor rámegy a sajtunk. Úgyhogy ezt így rádobáljuk szépen. Így. Ez most nem brími gyerekek, mert elfogyott. Úgyhogy már most megyek be a nagy kerbe. Amiből nagyon remélem, hogy hamarosan egy kis ker lesz. Úgyhogy lehet majd olasz liszteket vásárolni a gyerekek az egyik legnagyobb magyarországi nagy kerbe. Úgyhogy remélem, hogy már csak órák választanak el tőle. És akkor lehet vásárolni vállalkozó igazolvány nélkül is. És na, dobunk ide egy kis padlizsánt, grillezett padlizsánt, így, azaz, na, most szépen csinálunk egy kis, használjuk a jó kis gyümetálos lapátunkat, és akkor megemeljük egy picikét itt, gyere, nézed csak így, és akkor fogjuk is egy mozdulattal gyakorlatilag, így alá lehet tolni a tésztát, hogyha jó a lapát, oké? Okay? Így, egy kicsit így kihúzzuk, hogy meglegyen a nagyobb méret, és baromi kíváncsi leszek arra, most egy kis fokhagymás
Akkor olyat pattintunk rá, így. És megpróbálunk csinálni egy mesés vetést. Még egyszer lenőzzük a hőmérséklet, nehogy túl meleg legyen. Jó. Így. Jók vagyunk. Hát 4.30 határeset majd hamarabb kell emelnünk. Akkor csinálunk egy vetésbe. Azaz. Elindítjuk a stoppert. És nézzetek majd meg, hogy amikor először ki fogom venni, mert ugye elkövetjük azt a kis huncutságot, hogy újra kivesszük a kemencéből is, csinálunk valamit a kis abroncsával, és most ezzel gondolkozom, hogy hova tűnt a rácsom. Igen, megvan. Na, még jó, hogy van segítségünk. Mi a kezdet? Attila. Attila itt van, Attila is szólt, hogy Nacikám ott van. Úgyhogy elindult már fölfelé gyerekek a abroncs, nézzet csak oda befelé, milyen gyönyörű azon az oldalon. Ó, de szép gyerekek. Gyere ide, Attila. Nézzek, hogy dolgozik a kemence. A jó kis AVPN-es minősítésű Uni Karu 16-unk gyerekek, amelyet parádésan lehet pattintani a jó kis vizeket. A nézzetek, a jó kis biga 100% hogy dolgozik? Na most jutunk arra a pillanatra el, hogy fogjuk. Így. És kikapjuk szépen a kis pizzánkat. Így. És most elkértünk egy olyan húszusságot, mert egy picit meg is ült jobban, mint ahogy szerettem volna. És bekenjük oliva olajjal az abroncsot. És szereztem gyerekek pecorino románót. Így, és mikor bekentük teljesen az abroncsokat így körbe, és most már vissza úgy fogom dobni, hogy ez a fele lesz kifelé, mert ezt látom egy kicsit hamarabb. Az a lényeg, hogy ilyen 50 szeg környékén kell kivenni, de egy 10-15 fokkal magasabb volt, és mit csinálok? És végig szórom gyerekek a pecorino románot így a szélén, hogy egy picikét rápirítsuk gyakorlatilag a tésztára, így. Azaz. Ez egy kicsit plusz munkát igényel, de igazából az ember mikor ilyen alkot, ez ilyen örömöt jelentő munka, vagy feladat, így. Na, meg is vagyunk. Most hozom a kis lapátot, újra bevetjük. Így. Most annyit csinálunk, hogy ezt fogom és egy picikét így megforgatom. Így. Azaz. És most így fogjuk bevetni, és folytatjuk tovább a sütést. Azaz. Hozom is a forgató lapátot. És most fogjuk gyakorlatilag készre sütni a kis pizzánkat. Úgy, hogy rá lesz pirítva egy nagyon vékony pecorino romano jussajt réteg, amitől én elkezdtem. Szóval itt volt a Domino's-os cimborám, a Karesz, és Sigit az mondta, hogy ez eddig legjobb tészta, amit valaha evett, hogy mi a tritok, mi a liszt neve, hogy ilyen jó kis tésztánk legyen. És percek kellettek hozzá, mire levágta, hogy a ropogós sajt miatt, ez abroncson van, ez a ropogós sajt, hogy ettől van gyakorlatilag ilyen finom íze ennek az abroncsnak, úgyhogy az abroncsnak az élvezeti értékét gyakorlatilag meg tudjuk duplázni. Oké? Okay? Azáltal, na, mindjárt meg is leszünk. Szerintem lassan kész van. Még egy picit itt rápirítunk. És jók is vagyunk, gyerekek. Na, így nézzetek, itt van a szép kis pizzánk. Szerintem rendben van. És most jön egy kis trükk hozzá. Hát most én nem tudom, hogy lesz-e olyan kézügyességem, gyerekek, hogy megcsináljam, de képzeljétek el, megismerkedtem az okos grilles csapattal, és kaptam tőlük egy ilyen Kansas City Red Sauce-t, barbecue szószt, én rá vagyok kattal mostanában barbecue szószokra, mert elképesztően jó ízvilágot hoznak, és megszínesítik a pizzázást, jó? Most nézzük meg, hogy tudok-e ilyen kis huncutságot csinálni, amit a Franco Pepe csinál a pizzáján. Így. És valahogy így csinált rajta ilyen csíkokat. Így. Hát neki egy picikét ugye intenzívebb piros a színe a szósznak, de szerintem így is kiadja, nézheted csak meg. Hát a következő az biztos már Franco Pepésebb lesz, de neki az a jellemzője, hogy ilyen dupla csíkot húz, ilyen négy irányba, és akkor így kerül rá gyakorlatilag a szósz. Jó, most hagyjuk egy ilyen, még egy 20 szeket, hogy kicsapja a párát,
és akkor fölvágjuk. Na nézzük meg az alját, mert az kimaradt a projektből. Itt egy szép homogénen át van sűve, pici kráterek, nincs megégetve, és akkor fogjuk, és akkor most föl fogjuk vágni. Na nézzük meg gyerekek, hogy milyen lett a kornicsóne. Jó kis frankó, pepés, ihletés, 48 órás oldalátnak különbséget nézzetek meg gyerekek, mennyivel szebb a szerkezete, a kultúrája a tésztának. Nagyon szép a sütés is. Nézzük meg, vágjuk meg itt is. Így. Azaz. Oda nézzetek, de szép gyerekek. Na, ilyennek kellene egy jó tésztának. Egy jó sütésnek. Így. Oké. Na. Föl is vágjuk. És akkor itt lesz az Attilák meg a vendégeim, és akkor vele meg is fogjuk kóstolni, hogy milyen gyakorlatilag ez az új barbecue sauce, meg milyen ez a... az új ízvilág. Meg hogy pecorino romano van rajta. Jó? Szóval így néz ki, gyerekek. Gyere csak ide, ez milyen gyönyörű. Látjátok a finom, szép apró szerkezetet? Ez mikor szépen érik a tészta. Úgyhogy szerintem ez ilyen 36 órától, mondom, ilyen szerintem 72 óráig csuda jó a szupernuval, mert ez nagyon jó bírja a terhelést. Jó? Na, folyt kövd!